szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A hétvégén Börgöndön repülőnap lesz ismét, 101 éves a székesfehérvári repülés. Azt hiszem, hogy ebben az esztendőben is színes és látványos programok várnak bennünket. Vendégeim Józsa Dávid, az Albatrosz Repülő Egyesület merevszárnyú szakosztályvezető, repülővilágbajnok, szervusz, és Sziládi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. Nos, uraim, akkor mi másról beszélgethetnénk, hogy ismét elérkezett a nagy nap, erre készült a Repülő Egyesület, és azt hiszem, hogy készül rá a néző is, hiszen ez egy egészen kiemelt program minden esztendőben. Mi minden vár ránk vasárnap? Hát sok érdekes programot kínálunk ismét a családoknak, mert hangsúlyozom, egy családi napot terveztünk a Börgöndi repülőtéren. Nagyon sok érdekes repülőeszköz lesz majd látható, ami eddig nem volt itt a Börgöndi repülőtéren, és lesznek olyan bemutatók a levegőben is, amik eddig nem voltak láthatók. Józsa Dávid vitorlázó műrepülését úgy gondolom nem kell bemutatni senkinek, idén is fogjuk látni a levegőbe. Verez Zoltán motoros műrepülőt is, akinek a repülése az mindig elkápráztatja a kilátogató közönséget. Viszont ami újdonság lesz, az a Delfin nevű sugárhajtású kiképzőgép, ami az idén megkapta a műrepülési engedélyét, és ezt a repülőgépet most már nem csak lenne a Földön statikus kiállításként láthatjuk, hanem a levegőben műrepülés közben is. Úgy gondolom, hogy sugárhajtású gépnek a hangja, a kerozin illata az azért a repülés iránt elkötelezetteket mindig feldopingolja egy kicsit. Persze színpadon és a Földön is számos kiállítás lesz látható. Igen, ahogy nézem, itt az ejtőernyős bemutató ebben az esztendőben sem maradhat el, hát ez rendkívül fontos, és amire felhívnám a figyelmet én is, ez a Bell 206 Jet Ranger bemutató repülés, tehát ez is, azt hiszem, hogy ezeket sem lát. Illetve hát én azt mondom, hogy tulajdonképpen azért is nagy ünnep ez, mert hogy mindig különlegességekkel rukkoltok elő. Azért még a bemutató repülésekről beszéljünk, hiszen itt van, amit az imént említettem, ez a Jet Ranger, ez milyen gépe? Ez egy forgószárnyas, úgynevezett helikopter, és hát nagyon érdekes produkciót láthatunk majd tőle. Magát a repülőgépet láthattuk itt is, a sétarepülési programban is majd részt fog venni, tehát lehet vele utas repülni is, akinek majd megtetszik ennek a gépnek a mozgékonysága. Az ejtőernyős bemutatóra azért egy pillanatra visszatérnék, hogy a magyar légierő is részt vesz ezen a repülőnapon. Több repülőeszközzel, ők is jönnek helikopterrel, kettővel is. A Mi 17-es helikopterből pedig deszántugrást fognak végrehajtani a szolnoki ejtőernyősök az Albatrosz Repülőegyesület ejtőernyőseivel, ami azt gondolom, hogy igen érdekes és látványos, hiszen ma ezeket az ejtőernyőket nagyon ritkán lehet csak a levegőbe látni. Persze paplanernyővel is fognak majd ugrani, ahol zászlókkal, füstölőkkel fognak majd a célterületre beérkezni. Az oldtimer vitorlázó gépekről essék szó, hiszen ezt is érdeklődéssel várja a nagy közönség. Így van, a Nem Ered projekthez kapcsolódóan elhívtunk 5 darab olyan vitorlázó gépet, ami ma a legrégebbieknek számítanak Magyarországon. Ugye Nem Erének a híres világrekord repülése 1936-ban a berlini olimpiával egy időben volt, és nem titkoltan azon a célra, hogy az 1940-es Helsinki olimpián, mint olimpiai sportág lesz a vitorlázó repülés. Sajnos a háború közbeszólt, a olimpiát törölték, de 1939. februárjában már kiválasztották azt a típust, ami az egységes típus lett volna az olimpiáknak. Ez a DFS Meize, később Meize olimpia lett, és ennek egy magyar licenc változata, az olimpiai ötkarikával, ugye a Nem Ere is repült, itt lesz ebbe az öt gép között. Lesz benne olyan repülőgép, amit a 30-as évek végén Székesfehérváron gyártottak, egy Grünau Baby. Ez a példány nem itt készült, sajnos abból nem maradt meg se repülőképes, se kiállítási példány, de a régi Magyar Vitorlázó Repülő Alapítvány annak tiszteletére, hogy volt egy Székesfehérvár elnevezésű Grünau Baby, ezt a repülőgépet elnevezte Székesfehérvárnak. Látható lesz még egy Antonov A-15-ös, ez egy fémépítési szovjet vitorlázógép, lesz egy Muha, amivel 1958-ban lesz nagy világbajnokságot megnyerték, és lesz még egy Cimbora, ez egy nyitott vitorlázógép, ami a 40-es évek elején épült eredetileg,
és az első magyar kétüléses vitorlázógép. Tehát fenséges látvány lesz, annyi azt szent. Gondolom, hogy igen. Folytatjuk természetesen a Nemerével, de azért essék szó a Rubik kányáról, ami megint különlegesség. Igen, nemrég készült el pár évvel ezelőtt, itt lesz az idei repülőnapunkon is, és ennek az oldtimer gépnek többek között az lesz az érdekessége, hogy séta repülni is lehet majd vele. Tehát aki több tíz évet vissza akar repülni az időbe a repülőtechnika vonatkozásában, az kipróbálhatja az egyik leghíresebb magyar repülőgép tervező Rubik Ernőnek a repülőgépét. Igen, annyira jó révedezni egy kicsit a múltban, rápillantani. Tavaly például én azt hiszem, hogy a Blériot az egészen különleges volt. Mindenki ott fotózkodott, még szép, hiszen gyönyörű az a gép, ugye Ungár László barátod és csapata építette. Menjünk tovább, az L2-es Róma, illetve az Apollo Fox kötelék is megint csak érdekességeket kínál. Igen, Lampi Kárpád által tervezett L2 Róma, aminek több világrekord repülése is volt. Az eredeti példány sajnos a háborúban, a 44-es bombázások folyamán a közlekedési múzeumban megsemmisült, de a megmaradt eredeti alkatrészekből restaurátorok megépítették ennek a vagy újjáépítették, amennyire lehetett, és akkor merült fel az ötlet, hogy ha minden tervdokumentáció megvan és a repülőgép le van méretezve, akkor kellene belőle építeni egy repülőgépes példányt is. Ez Gyöngyösön, illetve Atkáron készült el, és elvileg az első alkalom lesz, hogy ő vasárnap itt Börgöndön látható lesz. Ugye beszéltünk róla az elején, hogy 2016-ban ünnepeltük a 100 éves jubileumot, kiállításokkal, nagyon fontos programokkal, Székesfehérvár önkormányzata is segített, kitett magáért a Repülőegyesület természetesen. Így közbevetőleg hadd kérdezzem meg, hogy sikerült azokat a programokat megvalósítani, amit elterveztetek, illetve azokat a terveket, amelyek 2017-re vonatkoztak? Mindenképpen köszönettel tartozunk polgármester úrnak és Varga Tamás miniszterhelyettes úrnak, hiszen egy ilyen nagyszabású rendezvényt, ami egyébként nagyon költségigényes, nem tudnánk megrendezni önmagunkba. Tehát támogatás nélkül nem megy, viszont valóban így van, hogy egy ilyen színvonalú rendezvényt támogatással viszont már be tudunk mutatni a közönségnek. Ami ennek az évnek a programja is, amire a repülőnapot is ráépítettük, az maga a Nemere program. Itt 1936-ban épült egy olyan vitorlázó repülőgép, ami az egész világon ismertétette Székesfehérvárt. Sajnos a háborút követő időszak nem kedvezett a háború előtt gyártott repülőgépeknek, és ennek a repülőgépnek is az áldozatává vált a háború utáni rendszer következtében. De úgy gondoltuk, hogy az Albatrosz Repülő Egyesület és a régi vitorlázó repülő alapítvány újjáépíti ezt a gépet. Ennek a gépnek a tervezője Rotter Lajos volt, aki hát előrelátó módon elrejtette az eredeti terveket, és ezt most a családtól megkaphattuk, ami annyit jelent, hogy ennek a repülőgépnek a megépítését követően ez egy repülőképes repülőgép lesz. 36-ban ez a repülőgép rengeteg olyan újdonságot tartalmazott, amelynek technikai vonalát még ma is követik a vitorlázó repülésben. De a tankönyvekben is láthatjuk még mai nap is Rotter Lajos nevét, hiszen a delfin repülésnek a technikáját ő találta ki, ő dolgozta ki. És hogy egy ilyen rekordot repült 1936-ban a berlini olimpián, amit hosszú éveken keresztül nem bírtak megdönteni, úgy gondoljuk, hogy ez Székesfehérvárnak egy méltán büszke öröksége. Bízunk abba, hogy közadakozásból, összefogásból ezt a repülőgépet, ha nem is 6 hónap alatt, mint annak idején ezt megtették Székesfehérvár Sóstó repülőterén, de egy 2 év leforgása alatt újjá lehet építeni. Erre most egy külön kiállító részt fogunk felépíteni a vasárnapi repülőnapra, ahol az első darabját, az oldalkormányát már meg is lehet tekinteni, illetve majd meg lehet nézni azt a dokumentumfilmet is, ami ennek a vitorlázó repülő építésnek a kezdetén készült, és reméljük, hogy végig lesz dokumentálva ennek a megépülése, hiszen a világon mindenhol jobban ismerik ezt a repülőgépet, mint idehaza, tehát méltán legyünk büszkék Székesfehérvár
kincsére. Egyetértek, hiszen amikor a film készült, én magam is rácsodálkoztam azon, hogy Józsa Dávid, Ungár László és Ungár Patrikot hárman elmondták, elmagyarázták a köznapi ember számára is érthetően, hogy miért fontos, mi minden történt. És ha csak azt mondjuk, hogy Rangsburgból kiillik 326,5 kilométer, az akkor világcsúcs volt, és egy olyan teljesítmény, aminek világszerte. Mindenki felkapta a fejét. Ugye korabeli újságokat idézünk meg, akik csodálattal említették Rotter Lajos és segítői nevét értelemszerűen. Tehát érdemes lesz majd ezt a filmet is megnézni, és azt is mondjuk, hogy végigkövetjük nyilvánvaló az építését a legjobb tudásunk szerint. Hogy sikerült meggyőzni, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az a Magyar Régi Vitorlázógépek Klubja jószerivel erre tette fel ezek a szakemberek az életüket, a barátságon túl? Ugye én több mint 10 éve Lászlóval együtt csináltam a vitorlázó műrepülő képzésemet, de előtte még repüléstörténeti kiállításokon, gyűjteményeken találkoztunk. A tavalyi év nagyon fontos mérföldkő ebből a szempontból. Többen próbálkoztak már a Nemere újjáépítésével, de ilyen fázisban nem jutott el senki. Én azt gondolom, hogy innentől gyakorlatilag sok kérdés nincs, ez a repülőgép meg fog épülni. A kérdés az, hogy ténylegesen az elkészített program utemterv szerint 2019 első felére készen lesz-e. Lászlóék nagyon-nagyon eltököltek abba, hogy Rotter Lajos szerepét, illetve a háború utáni mellőzöttségét ezt visszaállítsák az őt megérdemelő szintre, hisz tényleg a legnagyobb magyar repülőgép tervező volt. Az, hogy Ungár Lászlóéknál a tudás megvan, azt az előbb által is említett Blériot példázza a legjobban, hisz gyakorlatilag az eredeti tervek részleges megléte mellett is egy gyönyörű repülőképes repülőgépet építettek úgy, hogy a motort is teljes egészében újjáépítették. Nem vállalták fel azt, mint mások külföldön, hogy beraknak egy modern, kétszer-háromszor erősebb motort, és sokkal könnyebben repülnek vele, hanem 100%-ig ragaszkodtak ahhoz, hogy minden az eredetiben megegyező legyen. A filmben látjuk egyébként az első repülést, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki csak rácsodálkozik, hiszen ennek a gépnek csak egy adatot mondjak, ugye 20 méter a szárny fesztávolsága, és gyönyörűséges. No, én köszönöm szépen, végezetül invitáljuk meg a székesfehérváriakat és mindazokat, akik még nem tudják, hogy vasárnap, bár szerintem nagyon kevesen vannak, hogy mi minden várja őket Dörgöndön. Előre láthatólag jó idő lesz, és mindenkit arra kérnénk, hogy időbe induljon el. Nagyon szűk keresztmetszet a Dörgöndre vezető út, hogy ne kelljen a feltorlódott sorba állni, ezért 8 órakor lesz kaponyítás, és figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy buszjárat is indul a piactérről, amivel ki lehet jutni a Dörgöndi repülőnapra, és természetesen mindenkinek kívánunk nagyon jó szórakozást, és aki teheti és bátor, az pedig próbálja ki a repülést is. Hajrá, ezt kívánom én is. Kedves nézőink, tehát ne feledjék, vasárnap várja önöket Dörgönd, az Albatrosz Repülőegyesület repülőnapja. Én pedig azt ígérem, hogy természetesen ott leszünk, és a filmet is, a nézőknek is ígérem, hogy a filmet pedig folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.